Köszöntök mindenkit itt a mai időjárás jelentésben, ahol reményeim szerint sokak számára jó hírekkel tudok szolgálni. A lényeg itt látható röviden, a részleteket pedig már is mutatom. Az elmúlt egy hét csapadékösszeg térképére tekintve láthatjuk, hogy a színek is önmagukért beszélnek, ugyanis az ország nagy részén, hát legalábbis enyhült az aszály, de sok helyen valószínűleg inkább meg is szűnt. A legutóbbi nagy csapadékot okozó légörvény pedig már távolodóban van tőlünk, itt láthatjuk, és a jó hír pedig itt látszik, ugyanis már szárazabb levegő érkezik fölénk, amelynek hatására pénteken már több órára is kisüthet a nap. Mindez azonban nem tart majd sokáig, ugyanis már feltűnik a következő frontrendszer, amely majd a hosszú hétvége időjárásába is belepiszkít. Az éjszaka során az ország nagy részén csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék, a legtovább azonban felhős csapadékos időre a Duna-Tisza közén, illetve délkeleten számíthatunk, hajnalra azonban ott is javul a helyzet. Holnap délelőtt pedig szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, és a hőmérséklet is gyorsan emelkedik majd, viszont délután az említett front fátyol felhőzete már beborítja az ország nagy részét, így akkor már inkább csak szűrt napsütés valószínű, emellett pedig gomoly felhők is képződnek, amelyekből egy-egy kósza zápor az északi-északkeleti tájakon fordulhat elő. Emellett kellemetlen légmozgásra a Kisalföldön és Alpok alján számíthatunk. A hőmérséklet már jóval kellemesebb tartományban 20 fok körül, illetve a fölött alakul. És nézzük meg a hosszú hétvége időjárását. Az említett frontrendszer megérkezik szombaton, és gyakorlatilag meg is áll az ország fölött. Ennek hatására felhősödés, szélerősödés és eső zápor is várható. A hőmérsékletben pedig kettősséget okoz, mégpedig olyan módon, hogy az ország északnyugati részein lesz a hűvösebb, délkeleten pedig a melegebb idő, ráadásul hétfőn már jóval melegebb lehet ott, akár 25-26-27 fok is előfordulhat, ebben még azért van némi bizonytalanság. És végül a valószínűségi előrejelzés segítségével mutatnám, hogy az időjárást mennyire nem érdekli az ünnep, ugyanis éppen a hosszú hétvége végeztével kedden vagy szerdán várható a felhőzet jelentősebb csökkenése és a csapadék esélye is ekkortól lesz kisebb. Itt most a középső sávban a szokásossal ellentétben, tehát felhőzet előrejelzést látunk, és az látszik, hogy a jövő hét második fele már több napsütést tartogathat majd, de a hőmérsékletben jelentős változás még mindig nem lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot kívánok!